Köszöntöm nézőnket, egy Györfi Sándor Kossuth szobrászművészúrral beszélgettünk, hiszen az előzőekben megkoszorúzták Mándoki Kongór szobrát. Azt gondolom, hogy az, hogy odaállt díszsorfalat Bene Sándor kapitány úrral, azt is jelzi, hogy milyen tiszteletben tartják ma is az emlékét ennek a jeles tudósnak. Igen, hát most, mint kunkapitányok, tiszteletbeli kunkapitányok álltunk egy díszsorfalat Mándoki emlékműve előtt, és hát azzal a tisztelettel, amivel én is már sok-sok évtizede ismertem még életébe, és tudom, hogy amit tőle tanultunk, identitásunk egyik gyökere, a kunokhoz való tartozásunk. Kun magyarnak neveztük magunkat, meg őseink is mindig, és a Mándoki Pista az, aki közelebb vitte ehhez a hagyományhoz és ehhez a néphez. És most már sokkal többet tudunk a történelmről is, és hát amit őseink csak hallottak a apjuktól, nagyapjuktól, ahhoz mi már sokkal közelebb vagyunk. Hát egy nyelvész, mint aki ő volt, hihetetlen, zseniális nyelvészként a kazak nyelvet és az összes keleti nyelveket tökéletesen anyanyelvi szinten tudta. Annak az értékeit most azt hiszem, hogy mi nekünk kell learatni és tovább vinni a jövőnek. A tudósok azért az ő munkásságát szépen be fogják mutatni egy konferencia keretében. Inkább egy picit arról kérdezném, hogy milyen volt embernek, milyen volt barátnak. Én 1978-tól ismerem, és akkor végeztem az egyetemen. Hazajöttem Karcagra, és tulajdonképpen attól kezdve szinte folyamatosan találkoztunk. Volt olyan időszak, legalább 20-25 évig, amikor szinte mindig a vonatról leszállva én hozzám jött a műterembe, mert én vagyok legközelebb a megállóhoz. És egy biciklit mindig adtam neki, amikor neki nem volt, de többnyire nem volt. Vagy ellopták tőle, olyan is akadt, akkor aztán nálam elvitte, kiment a temetőbe, és mint számomra is nagyon-nagyon ismeretlen módon, és nagyon nagy szeretettel a kazak földet hozta ide, és vitte a ősök sírjára. Innen viszont, ha ment Kazaksztánba, mert nagyon sűrűn ment, akkor viszont a magyar földet valamelyik sírhalomról felmarkolta, beletette egy zacskóba, és úgy vitte ki Kazaksztánba. Biztos, hogy sokat beszélgettek. Mi volt az első olyan indítatás, amikor átment mondjuk a madarasi laktanyába, tudom, hogy az ott lévő tisztekkel is beszélgetett, de mi volt az az első olyan élménye, ami a kazak vonal felé, a keletkutatás felé vitte őt? Hát az sokkal régebbre nyúlik vissza, arról én már nem tudok, ő nem is nagyon beszélt erről. Valahogy nem. Ugyanúgy maradt meg benne is az a fajta kun identitás tudat, akarat, és az ősökre való emlékezés, mint ahogy bennünk is ott volt, de tudományos alapja nem sok volt. Akkor mondhatjuk azt, hogy beleszületett? Egy érzés, ami beleszületett, és valóban, amikor rájött, hogy neki bizonyos nyelvi tehetségei vannak, illetve neki az teljesen természetes volt. Hiszen valóban nagyon sok féle orosz katona jött ide, és főleg a perem kerületekről, tehát a csatlós népek, vagy leigázott népek körbevették a nagy Szovjetuniót, és szinte mindegyikéből voltak. Ezek mind keleti emberek, Kazaksztánból, Üzbegisztánból, Kirgizisztánból, sorba azok a népek pontosan, akik nyelvileg is, genetikailag is rokonságban vannak a kunokkal, vagy a kipcsákokkal, mert ott aztán sokféle van belőle, ezeket ők tudják jobban, én ehhez nem értek. Ilyen tudományos szinten, és valahogy neki a nyelvi tehetsége olyan volt, de máshoz is volt tehetsége, de a nyelvi érzék az, hát szerintem 10 millió emberből egy születik, vagy kettő ilyen, az hihetetlen. Tehát ő egy nyelvet mondta is, hogy egy hónap alatt képes megtanulni úgy, hogy abból fordítást tud adni. Hát ez Mándoki Pist, nem is a Körmendi Lajos íróbarátunk kért, hiszen ő fordított a kis népekből, keleti népekből irodalmat, verseket, vagy egy kis novellákat, és akkor egyszer megkérdezte a Pistát, hogy hát Pista, mondjad már nekem, hogy hány nyelvből tudnál nekem így fordítást adni.
De hát kérdezte Pista, hogy de milyen nyelvekből. De mindegy, azt mondja, milyenből tudnál, hát főleg a keleti nyelvekre vagyok kíváncsi. És közel 30 nyelvet sorolt fel, és azt mondta, hogy nem sorolom tovább, de mondjad, hogy mit akarsz, mert egy hónap alatt egy nyelvet én megtanulok. Na most hát, ő nem ebbe a századba élt közöttünk, neki az agya gondolatai másút jártak. Tehát annyira kinőtt közülünk, hogy ez hihetetlen. Szóval annyira zseniális ember volt. Hát nem véletlenül tudtuk róla, hogy Mándoki Pista táltos foggal született. Még ez is. Tehát ez is egy jel. És egyébként odakint tudjuk, hogy Kazasztánban nagyon nagy kultusza van, és nagyon nagy tiszteletnek örvend. Hogyan látja itt a karcagiaknak? Mi az, ami fontos lenne, hogy ne felejtsük el? Tehát mit, a kumi atyánkon kívül mi az, amit fontos lenne, hogy tudjunk róla? Hát ez a fajta tisztelet, ami most körülveszi a emlékszobrot is, mindenképpen nagyon sok ünnepi alkalmakkor, hogyha jönnek Kazaksztánból akármilyen küldöttség, az biztos eljön Karcagra, és itt áll meg a szobor mellett, és koszorút hoznak, virágot hoznak, eljönnek a millenemű emlékművünkre, ami nyilván a kunok betelepedéséről szól, ahogy IV. Béla király befogadja a kunokat közel 40 ezer népével. Természetesen felesküdtek a kereszténységre, tehát nem úgy jöttek át a határon, hogy na jövünk és kivonjuk a kardot. Megálltak, elébe ment a magyar király. Vannak történelmi leírások, hogy ilyen nagyszerű és ünnepélyes módon még nem fogadtak senkit a történelemben, mint ahogy a magyar király fogadta a betérő kunokat. Akik aztán, mint ahogy itt vagyunk, véreinkbe nyilván, ereinkbe, ott van a kunvér is a magyarral. Teljesen a magyar nyelvet beszéljük, a kun nyelvet elfelejtettük, hogy miért a tudomány erre még nem adott választ, de hát úgy gondolom, hogy a legendák talán adnak választ, mert a kuni fiak állítólag idegenből rabolták a mennyasszonyt, hát aztán azok lettek a mi anyáink. Hát ha mondjuk Török Szent Miklósról rabolták a magyar menyecskét, akkor ők lettek az anyáink, és hát mivel harcba voltak sokszor, távol az otthontól, így az anyanyelv az nagyon hamar a magyar lehetett, ezért valószínűleg a nyelvvesztésnek is ez is egyik oka lehet. Azt gondolom, hogy önt hallgatva még órákig tudna a barátról beszélni. Én azt kívánom, hogy ahogyan is mondta, hogy sokan és sokáig emlékezzünk még Mándoki Kongóra. Igen, úgy legyen. Köszönjük szépen. Én is köszönöm. Dr. Balta Júlián beszélgetünk Mándoki Kongor Istvánról, a jeles tudósról, hiszen ön azt gondolom Karcagon, aki legjobban ismeri, hiszen nagyon sokszor beszélgettek tudományosan is. Mi az, amit legfontosabbnak tart volna, 75. éves lenne, hogyha megélhette volna, nagyon fiatalon ment el, de ön számára mit jelent a Mándoki név, hogyha hallja Mándoki Kongor István neve? Az én számomra azt jelenti, hogy a kunnyelv magyarországi emlékeit legteljesebben ő foglalta össze. Sajnos az a nagyon-nagyon nagy összefoglaló, ami minden tudós életébe el kell, hogy következzen, az elmaradt. Viszont van, aki gondozza az ő hagyatékát, Molnár Ádám vállalta a munkáinak az újra kiadását, az újra szerkesztését, kötetbefoglalását, illetve hát én magam is megtettem, amit megtehettem, 93-ban a kandidátus értekezése, a kunnyelv magyarországi emlékeiről egy összefoglaló, 2002-ben pedig az Amudarja széles vize, ami a türk népek népköltészetéről készült műfordításaiból ad egy jó válogatást. Azt gondolom, mivel én néprajzos vagyok, én ezzel megtettem, amit megtehettem. De sokkal több az, annál az, hogy milyen munkákat indikált az ő munkássága. Azt gondolom, hogy egy tudósi pályát igazán az minősít, hogy mi az, ami az utána következő nemzedékek számára fontos lehet, vagy mi az, ami miatt beindul egy újabb fajta kutatás, és ez hála Istennek megtörtént. A kunság ilyen szempontból nyitott, azóta nyelvészeti gyűjtések voltak itt, Vásári professzor úr, Molnár Ádám,
Ádám turkológusok jöttek ide gyűjtésre, és ez folyamatban van, mert hamarosan egy újabb hullám kezdődik. Tehát Mándokinak a hagyatékában volt egy szójegyzék, amit nem írt, nem tudott megírni igazán, ugye 48 évesen elment, tehát sok etimológiát megírt, de jó néhány olyan gyűjtése van, ami nincs befejezve. Ezeket veszik most újra a turkológusok, és próbálják összeállítani azt a fajta szótárt, kunszótárt, amit Mándoki tervezett az általa összegyűjtött szavakból, illetve amit még hozzá lehet gyűjteni, lehet, mert ugye a magyar nyelv értelmező szótára 70 ezer szócikket tartalmaz, de ebben nincs benne a tájnyelv, és nyilvánvalóan a kunsági tájszavak sincsenek benne. Én ezt tartom fontosnak, nagyon fontosnak, hogy mi indul el utána. Tehát hangsúlyozom, hogy egy tudósi életpálya lezárul azzal, hogy elmegy a másik világba, de marad itt valami, ami kovásza az újabb kutatásoknak. Tehát ez a nyelvészeti munka a tiszteletére indított egy kereti örökségünk sorozatot, a város, aminek 6 kötete jelent meg. Az is egy nagyon fontos következménye az ő munkásságának. És hát az, amit ahogyan a város megéli ezt a fajta dolgot. Tehát testvérvárosi kapcsolatok alakultak, itt kazak kultúra napját szervezett a város. Állandóan benne van ő a köztudatban, és azt gondolom, hogy ez a legfontosabb. Karcag a keletkutatás 20. századi bölcsője, ezt nyugodtan mondhatom így, Németh Gyula, Györfi István, Mándoki Kongor István, és hát valahol itt vagyok én is az ő nyomdokaiban, én ezt büszkén vállalom, és nagyon hálás vagyok, hogy ismerhettem őt, és sok jó tanácsot kaptam tőle. Tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy a kazakok is saját szülöttüknek tekintik, hiszen hatalmas tiszteletben tartják, és úgy tudom, hogy pont most a évforduló kapcsán ott is van egy konferencia, és ott is megemlékeznek rá. Hogyan látja, hogy hogyan tudott ő a kazakoknál megmaradni ilyennek, hogy évtizedek múlva is tisztelik, és így emlékeznek rá? A kazakok nagyon, a keleti ember nagyon, nagyon érdekes. A keleti ember számára nincs olyan, hogy halott valaki. Számukra Mándoki Kongor István egy szimbólum lett. Részben a függetlenségük szimbóluma, mert azért Mándokira ezt mindenki elmondta, hogy állandóan ostorozta őket, hogy a saját nyelvükön szólaljanak, meg ne oroszul, mert akinek ilyen szép a nyelve, meg ilyen szép a népköltészete, annak tisztába kell ezzel lenni. Tehát tulajdonképpen az ő szabadságuk egyik szószólójaként tisztelik Mándokit. Valóban nagyon érdekes ez. Mándoki Kongor Istvánnak ott nagy kultusza van. A Kazak Akadémia temettett el, és olyan tisztességgel, amit hát nehéz lenne überelni. Tehát egy 4 órás temetési szertartása volt, ahol minden jeles tudós, történészek ott voltak, de megint csak azt tudom mondani, hogy ott is benne a köztudatban nincs turkológiai konferencia úgy, hogy Mándoki Kongor István nevét egyáltalán, ha a kipcsak török kutatással foglalkozik valaki, vagy arról tart előadást, Mándoki Kongor István nevét ne említené, vagy éppen a munkáit ne hivatkozná. Ez a nagyon-nagyon fontos dolog. Tehát világhírű lett, és ezzel a mi városunkat is bevitte a köztudatba, mert hát ő azért mindig említette a kunságot. Mindig ez volt az a bázis, a szülőföld volt az a bázis, ahová mindig visszatért, és ahonnan mindig újabb munícióval indult el a nagy kutató útjára. Tudjuk, hogy körülbelül 40 európai, és már Európán a Balkán részét értem, ugye Bulgária, Dobrudzsai részét, és 18 közép-ázsiai kutató utat tett meg. Ez egy óriási dolog, azt hiszem, hogy ilyen értelemben is páratlan az ő munkássága. Akkor azt gondolom, hogy ön előtt is van még sok kutatóút és sok olyan munka, amit esetleg Mándoki kapcsán kezd majd el. Nehez önnek is jó egészséget kívánok, és sok-sok hasznos kutatást. Köszönöm szépen. Köszöntöm nézőinket, hamarosan kezdődik a Szent Annai Középiskolában, Mándoki Kongor István egykori középiskolájában a Mándoki Emléknap, hiszen születésének 75. évfordulójára emlékezünk. Az ünnepségre kazak diákok is érkeztek, őket a nagykövetség munkatársa Jelmek úr kísért el. Kikkel érkezett? Én kazak nagykövetség diplomátja vagyok,
És mi, ez a rendezvény nekünk nagyon fontos is, emléknap, maga a Mandoki Kongor István is, mint a személy, mint a művei, amit a tevékenysége, amit végzett Kazasztánba, két ország számára. Ide érkeztünk diákokkal, azért kazak diákokkal, akik ösztöndíjasként tanulnak, és idején örülök annak, hogy 20-an körülbelül magyarul fognak tanulni Magyarországon, a magyar felsőoktatásban. Azért is őket is hoztunk ide, hogy ők is tudjanak róla, hogy a Mandoki Kongor István szülőföldjéről, hogy hol született meg, hogy honnan ered a kunság Magyarországon. Szeretnék még azt is mondani, hogy Kazasztánba is fogják emlékezni Mandoki Kongor Istvánra, hiszen ott van Almatiban van az ő nevében is ugyanúgy visel az ő nevét, a 154. almatai Kongor István iskola. A kazasztáni rendezvény az február 10-én kerül sor, úgyhogy ez fontos számunkra. Ezekről nem szabad elfeledkezünk, ezeket mindig kell ismételni, és a mi, főleg fiatalok részére, hogy kik vagyunk mi, és mit jelent a kazah és magyar rokonság számunkra. Mandoki Kongor tulajdonképpen tegnap már beszélgettünk arra a jelenlévő tudósokkal, hogy tulajdonképpen Kazaksztán is sajátjának tartja, tehát egy olyan embernek, aki sokat tett azért, hogy a kun nyelvet, a kazak és a kun kapcsolatokat elindítsák, hiszen azóta van Karzajnak is kazak testvérvárosa. Önök is nagyon sokat látogatnak a városba, és sok olyan kazak kultúrát is megismerhettünk, aminek tulajdonképpen az elindítója a Mandoki féle kapcsolat volt. Igen. Úgy lehet mondani, hogy Mandoki Kongor István, ő volt az első úttörő, aki egyáltalán elmozdította ezt a türkológia irányt Kazasztánba, hogy Magyarországon is vannak kunok, hogy tudományos célból kutatni kell, diákokat kell küldeni. Hát olyan értelemben a tudományos téren sok munkát kell végezni, és ő, aki ezt elkezdte csinálni, és tényleg ezt nem lehet semmivel meghalálni, ez ilyen nincsen, hogy hát ez ilyen nagy az értek ennek a munkájának. És hát azt gondolom, hogy amit ő elvégzett kutatás, még nagyon sok nincs publikálva, tehát azt gondolom, hogy a jelenkutatóknak az lesz a feladata, hogy ezeket még publikálják, és biztos, hogy vannak még olyan kazak dolgok is, amelyet önök is kutatnak az ő indítatása révén. Igen, épp azt szeretnék mondani, hogy Kazasztánban nagy hangsúlyt tesznek a történelemre, ugyanúgy az elnökünk hirdetett ilyen programokat, mint Ruhani Zsangarú, az szellemi megújulás, aztán van ilyen, hogy Ulodala Zsitakra, a nagy steppének 4-7 hogy mondják, pillerei, és ezek nem hiába lettek hirdetve, mert pont Kazasztánban, Asztanában van a Nemzetközi Türk Akadémia, ami lehetőséget ad a fiatal türkológusoknak, hogy kutathassanak, a történelmet tanulmányozhassanak. Úgyhogy én remélem, hogy ez a tudományág még tovább fog virágozni. Így legyen, és hát reméljük, hogy akik most Magyarországra jöttek magyarul tanulni, kazak diákok, azok is megismerik itt ma a Karcagon Mandoki Kongor egykori iskolájában, hogy honnan is indult ez a nagy tudós. Mi jó tanácskozást és sok új információt kívánunk önöknek. Nagyon köszönjük szépen. Mi tényleg nagyon örülünk, hogy diákok is, amikor mi megmondtunk, hogy van ilyen, lesz emléknap, és nagyon nagy örömmel akartak idejönni, megnézni, még egyszer meglátogatni Karcagot, hiszen már tavaly össze voltak itt, és remélem, mi több diák fog érkezni és vinni a kunságról
egy kis emléket Kazasztánban majd. Gyökeres Sándorral, a Szent Anna-i Középiskola igazgatójával beszélgetünk, hiszen nem véletlen, hogy ez az emléknap itt van. Mendekuk Ungur István az akkori mezőgazdasági technikumban végzett, de mikor is? Jó napot kívánok! Iskolánk egykori tanulja 1962-ben érettségizett iskolánkban, és innen indult a életpályája, amely azt hiszem, hogy egy eléggé sikeres életpályának mondható. Nagyon nagy örömmel adtunk helyet és lehetőséget arra, hogy ez a rendezvény itt megrendezésre kerüljön, és tulajdonképpen nagyon nagy érdeklődés mellett folyik, hiszen nagyon sok vendég érkezett már eddig is, és még jönni fognak. Megtiszteltek bennünket, volt osztálytársak, a Kazak Nagykövetség munkatársai, és más vendégek is érkeztek, akik a turkológiával, nyelvészettel foglalkoznak. Úgy tudom, hogy lesz egy emlékkiállítás is. Igen, az előadásokat követően az iskolánkban fellelhető anyagok, illetve a magángyűjteményekben lévő emlékek összegyűjtésével egy kis kiállítást készítettünk, illetve készítettek a szakemberek a klubban, akik ennél a tudományterülettel részletesen foglalkoznak. Azt gondolom, hogy amikor ide jelentkezett középiskolába, akkor még nem tudta, hogy ő belőle nem mezőgazdász lesz, hanem turkológus, de az alapokat azért mégiscsak itt kapta meg. Igen, biztosan így van, és hát azért ez az érdeklődés a nyelvek és a kun hagyományok és a kun ős történet után, vagy iránt, ez azt hiszem mégiscsak ebben az iskolában is táptalajra talált. És hát azt hiszem, hogy a mai előadók pedig arról fognak szólni, hogy innen hova jutott és hogyan lett ő a kunk, az a kapcsolatoknak a motorja, hiszen neki köszönhetően azért azóta sokkal jobban elindultak ezek a kapcsolatok. Így van, egyfajta hidat épített a két ország között, hiszen ez egy élő kapcsolat, tehát ma is járnak innen, oda és onnan ide Karcagra is, és hát persze Magyarországra. Ezt a élő kapcsolatot valóban ő indította, és ő alakította ki. És hát azt gondolom, hogy a mai Szent Anna is sok is megismerhetik ma az ő életét, hiszen ők csak hallottak róla, de hogy mit is tett a tudományért, az ma ki fog derülni itt ezen az emléknapon. Így van, kitűnő előadóink lesznek, akik egyrészt személyesen is ismerték, másrészt pedig a kutatásaival szakemberként találkozhattak az egyetemi tanszékeken, illetve a különféle nyelvi kiadványokban. Én sok hasonló diákot kívánok még önöknek, akikkel évtizedek múlva ugyanígy fogunk emlékezni. Köszönöm szépen, reméljük így lesz.